szokásos reggeli procedúra. És a nap pillanata. Egy kicsit bővebben, hogyha odaértünk. Ami rossz hír volt számunkra, hogy az ajózás meg ott a sötét kabin egy kicsit a bioritmusunkat hát elállította. Úgyhogy én speciál ilyen éjjel kettő körül aludtam el, de ahogy láttam a fényt átszűrődni Zsolt felől, ő is a telefonját nyomkodta még jó ideig. És egy kicsit nehéz volt ez a kelés, de hát egy jó reggeli testmozgásnál azért nem is lehetne szerintem jobban indítani a napot. Utána pedig megyünk majd egy olyan gyönyörű helyre, ahol én már ugyan háromszor voltam, de mindenképp szeretném, hogy ti is lássátok, de erről majd szintén akkor odaértünk. Megjöttünk ide a... Mire golfozunk? Igen, és ez nem golfpálya, hanem ez egy picsentpálya. Magyarországon ilyen nincs egyáltalán. Igazából itt az a lényeg, hogy nem ilyen 3-400 méteres szakaszok vannak, hanem inkább ilyen 80-100 méteresek, és nem is fűről, hanem ilyen kis elütőszőnyegről ütjük az első ütés. Ez még nem tudom, minden picsentpályán így van-e, mert ez az egyetlen, ahol játszottam valaha. Közben mutatjuk, hogy néz ki. 18 szakasz van egyébként, tehát mi átlagosan 9-et szoktunk játszani a nagyobb golfpályákon, de itt a 18 az körülbelül szerintem van, hogy felel meg. Hát szerintem kevesebb, már múltkor bő 3 km volt a 9 szakasz, itt meg szerintem kb. 2 km lehet a 18. Úgyhogy itt 103 méteres az első szakasz, el is kezdjük. Mibe fogadjunk, Zsolt? Mibe fogadjunk? Én egy üveg jó citromos kast mondanék, az szinte mindig működik. Rendben. Jó játékot! Jó játékot! Súlyos, megalázó vereséget szenvedtem, életem egyik legrosszabb formáját hoztam, 13-2 arányban kaptam ki Zsolttól. Volt 3 döntetlen. Viszont igaz... Zsolt élete játékával nyerte a kast. Igen, ez a pitch and putt, ez nagyon fekszik nekem, mivel itt nem kell nagyon hosszú swingeket ütni, ezért ezeket a 90-120 méteres szakaszokat azért nagyjából tudom teljesíteni, de tényleg most ez egy jó formában lévő Zsolt volt, ami szerencsére úgy jött, hogy nyertem egy kast, de a látvány érte meg igazán, tényleg gyönyörű itt a pálya, meg hát Barcelonában azért ilyenkor február végén már elég kellemes időjárás van. Micsoda munkamegosztás, én a Serpentinen éppen megyek fölfele, Montserrat felé vezetek, koncentrálok, ilyen kilátással, Csabi pedig alszik. Sikerült a leges legközelebbi parkolóhelyen megállnunk, ahol lehetséges. Ott vagyunk a kanyar után. Ezek meg már itt helyieknek foglalt parkolók. Zsolt van a szerencse embere. Hála Istennek!
Nem találtunk pontos információt arra, hogy pontosan miért is pont ide épült pontosan ez az apátság. Wow. Nem nagyon találtunk információt arra egyébként, hogy miért pont ide épült ez az apátság. Hát gyanítom, hogy azért, amiért, nem tudom, a meteórák Görögországban és a többi, mert szép helyen volt, és igazából a szerzetesek itt elég jól érezték magukat, még mindig egyébként 70 szerzetes él és dolgozik itt Montserraton. Maga a szó pedig egyébként azt jelenti katalánul, ilyen nagyon nyers fordításban, hogy fűrészhegy, mármint itt a rendesen kézi fűrészre kell gondolni nyilván a régire. Méghozzá azért, mert, hát hogy is mondjam, eléggé baltával faragott jellegűek itt maguk a sziklák, és messziről is felismerhető, hogy ez a Montserrat, holott itt azért elég sok hegy van a környéken. És hogy pontosan mikor épült, azt sem nagyon lehet tudni. Egyes források szerint a 10. században, tehát 900-tól 999-ig valamikor, más források szerint viszont 1880-ban már az 1000. évfordulóját ünnepelték a fennállásának. Úgyhogy ez a két információnk van, hát azért nem ma építették, az egészen biztos. Montserratból nem csak hegy van, hanem sziget is, amit 1493-ban Kolumbusz Kristóf nevezett el, a karibi térségben található, és a montserrati szűzről kapta egyébként a nevét. Többféleképpen föl lehet jönni ide Montserratra, lehet autóval, hogy mi most azt tettük, ezen kívül biciklivel, gyalog, vagy pedig vonat, illetve fogaskerekű, az, ami fölhoz a vonathoz tartozik még egy csíle is, az egy picit ilyen lengedezős, de izgalmas játék. Az én napom egyelőre, Szagyan és Zsolt elvehet 12-3-ra golfban, ezen még túl tudnék lépni, de egész nap bénázom, amihez hozzányúlok, az leesik, szörnyű napom van, és hát nyilván én vittem a parkoló jegyet a zsebemben, amit valószínűleg a telefonnal együtt kirántottam valamelyik snitnél, és még csak nem is lettek jó snittek, de... És még 13-2-re nyertem, nem 12-3-ra, de ez csak ja, igen, ez már részletkérdés. Az egy sokkal fontosabb dolog, hogy halálkultúrát volt a jegyautomatából kibeszélő, angolul nem tudó, de spanyolul nagyon kedvesen és jól beszélő ember, és hát Zsolt elővette meggyőző spanyol tudását. Mondták, hogy no pasa nada, nem egyedi eset, tényleg. Szóval hál' Istennek, ha minden igaz, itt a Bódénál kijutunk, anélkül, hogy egy az rendelkezésünkre állna. Hát jó, hát jó. Itt szalul az ajtó, csáva. Jó reggel, mi a helyzet? Na itt vannak, hogy tudom.